Beszéljünk egy kicsikét akkor az áfáról, azon belül is először az adóról. Adó jellemzőjével kezdjük, tehát kötelező fizetni az adót, vissza nem térülő, közvetlen ellenszolgáltatás nélküli és pénzbeli fizetés, egyébként az adó az állami, tehát az állam bevétele. Beszéljük is át akkor az adó fogalmát, tehát fogalma, az adó az állam által egyoldalúan megállapított kényszer útján behajtandó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel, ami kizárólag törvényjel hozható létre. Tehát az adó fogalma: tehát az adó az állam által egyoldalúan megállapított kényszer útján behajtandó közvetlen ellenszolgáltatás nélküli állami bevétel, ami kizárólag törvényel hozható létre. Ugye adófajtáj, ugye van központi adó és helyi adó. Ugye a helyi adófajtája függ a településtől is egyébként. Tehát van idegenforgalmi adó, kommunális adó, iparűzési adó és súlyadó. Ezek ugye mind a helyi adók voltak, tehát az idegenforgalmi adó, a kommunális adó, iparűzési adó és adó ez mind helyi adó. Illetve van központi adó, tehát az az áfa, az központi adó. Tehát az áfa az egy központi adófajta, illetve van társasági adó, ez 9%-os, illetve van személyi jövedelem adó, tehát SZIA, ez is a központi adó része. Tehát vannak helyi adók és központi adók. Ismételjük át még egyszer, tehát helyi adó, idegenforgalmi adó, kommunális adó, iparűzési adó és súlyadó. A központi adó pedig ugye az áfa, a társasági adó, illetve személyi jövedelemadó. Beszéljünk akkor az áfa fogalmáról. Olyan több fázisa, nettó típusú adó, tehát olyan több fázisú nettó típusú adó, amelyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, de a terhet a termék vagy a szolgáltatás végső fogyasztója fizeti. Tehát bármit termelek, ami értékesítésre kerül, arra áfát kell fizetni. Tehát álfa még egyszer a tanulás kedvéért ismételjük át. Tehát olyan többfázisú, nettó típusú adó, amelyet a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni. Tehát a termelés és a forgalmazás minden szakaszában a hozzáadott érték után meg kell fizetni, ugye? De a végső terhet, ugye, a szolgáltatás végső fogyasztója fogja megfizetni. Az áfa rövidítés nem más, mint az A betű, az az általános, az F, az a forgalmi, A meg az adó. Tehát általános forgalmi adó. Beszéljük is át az áfára jellemző meghatározásokat. Van az általános. Ugye minden termelésre, eladásra kiterjed az általános áfa. Van a forgalmi jellegű, ez nem más, mint nem tartalmaz halmozást, tehát a forgalmi jellegű áfa nem tartalmaz halmozódást. Van a több fázisú, ez ugye a termelés és a forgalmazás minden fázisában fizetni kell. Van a Nettó típusú, ugye ez nem tartalmaz halmozódást, illetve van a forgalmi jellegű, ugye az értékesítésnél kell az adót fizetni. Tehát a forgalmi jellegű adó az értékesítésnél kell fizetni az adót, de mindjárt mutatok egy képet is róla, hogy mindenki jobban megértse. Tehát ezen az ábrán látjuk a jellemzőit, tehát általános, forgalmi, közvetett, semleges, nem költségtényező, illetve stabil költségvetési bevétel és nettó elszámolás. Akkor nézzük is akkor az általános, tehát az általános minden termelésre és eladásra. Ugye kiterjed ugye az általános, tehát minden termelésre és eladásra kiterjed. A forgalmi jellegű, amit itt látunk, tehát a forgalmi jellegű, ugye az értékesítésnél kell az adót fizetni. Több fázisú, a termelés és a forgalmazás minden fázisában fizetni kell. Tehát van a több fázisú, tehát a termelés és a forgalmazás minden fázisában fizetni kell. Nettó típusú, ugye nem tartalmaz halmozódást. Közvetett, ugye az adófizetésre kötelezett, és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz. Tehát az adófizetésre kötelezett, és az adóterhet viselő személy nem ugyanaz. Ez ugye a, a közvetet. Van a versenyszemleges, ami független a piaci viszonyoktól. Az a versenyszemleges áfa. Hát nézzük is meg akkor az áfa kulcsokat. Ugye van az 5%, 18% és 27%-os áfa kulcs. Nézzük is akkor meg, hogy az 5 a mi vonatkozik. Tehát a tojás az 5 os adóba esik, illetve a baromfi hús is, és még a sertés hús is 5 os adó alá esik, illetve még ide tartozik az újság, tankönyv és könyv is 5 os adó alá tartozik, illetve 5 os adó még a tej, a hal, a szállásadás és a vendéglátás helyben készült, illetve helyben fogyasztott ételek, azokra is 5% adó van. Tehát, hogyha jön egy vevő, és a helyben szeretné elfogyasztani a terméket, akkor csak 5% áfa van rajta. Tehát beszéljük át még egyszer az 5%-ot, hogy mindenki megegyezze. Tehát ide tartozik a tojás, a baromfi a sertéshús. Illetve az újság, tankönyv, könyv, tej, hal, szállásadás és vendéglátás helyben készült, illetve helyben fogyasztott ételek. Ez 5%. Nézzük is akkor meg a 18%-ot. Az nem más, mint az alapvető élelmiszerek azok 18%-os áfába tartoznak. 27% élvezeti szerek, illetve a vegyi áru, kozmetika, illetve hogyha a vendéglátásba elvitelre kéri valaki az ételt, akkor 27%-os adó, illetve áfa jön rá. Tehát van 5%-os álfakulcs, 18%-os álfakulcs és a 27%-os álfakulcs. És ugye a 27%-os 27, 27 ugye meg kell jegyezni azt is, hogy az élvezeti szerekre vonatkozik. Például vegyi áru kozmetika vendéglátás elvitelre. Ugye az áfánál még meg kell jegyezni, hogy van a bruttó ár, és van a nettó ár is. Ugye a bruttó ár az a nem más, mint az áfával növelt ár. Illetve van nettó ár, az az áfa nélküli ár. Tehát a nettó az mindig 100%. Tehát az áfa nélküli ár. Ugye a bruttó ár az meg az áfával megnövekedett ár. Tehát 100%-osan felül, hiszen még rájön az áfa. Azért áfával megnövelt ár, már van egy termékem, ami mit tudom én, 1000 forint, vagy 1000 forint, ugye ez a 100% és ezt megnöveljük ugye az áfával, hogy bruttó ár legyen belőle, tehát sokkal drágább lesz, mert ugye még rájön az áfa. Tehát a rendes ár ez a 100%, ugye itt most az 1000 forint ez a 100%, és hogyha rárakom bruttó árba, akkor akár 105, 110, 118 és 127 százalék lesz. Tehát ha 5 százalék adó van, akkor 105. Ha 18 százalék adót rakok akkor 118. Ha 27-et, 27 akkor 127 százalék. Tehát 100 százalék az eredeti ár, tehát a nettó ár és a bruttó ár meg annyival drágább lesz, hiszen 105%, 118% és 127%. És nagyon nagyjából szerintem az áfáról és az adóról elméletben így ennyit, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és további jó tanulást kívánok!